Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 34. bukovinai találkozások, minden a kultúráról és a finom ételekről szólt Bonyhádon. Kéten is fesztiváloztak, a völcségi kistelepüléseken is a székely kultúrát ünnepelték. Falunap Faddon főző és horgászversennyel, illetve szórakoztató programokkal készültek a szervezők. Kajszis fesztivál Kisvelkén finomabbnál finomabb ételek készültek. Két napon keresztül minden a kultúráról és a finom ételekről szólt Bonyhádon. A város ugyanis ismét otthont adott a bukovinai találkozások nevű nemzetközi folklórfesztiválnak. Az eseményt 34. alkalommal rendezték meg. Hagyományőrző táncosok nyitották meg a 34. nemzetközi bukovinai találkozásokat. Az események központi helyszíne ezúttal is Bonyhád volt. A szervező kulturális programokkal, hagyományos székely ízek kóstolójával és kiállításokkal várták a háromnapos fesztivál vendégeit. 2015-ben kezdtük, el voltunk kint Székely udvarhelyen, ott láttunk egy ilyen baba múzeumot, és erre fölbuzdulva hazajöttünk, úgy döntöttünk, mert tudtuk, hogy a faluban több ilyen székely baba van, hogy összegyűjtjük őket, és megrenováljuk, és kiállítjuk őket. Én úgy csinálom, hogy ugye egy részig ki mozog. A bukovinai találkozások szervezői nem csak a felnőttekre, a legkisebbekre is gondoltak. Nekik népi játszóházat alakítottak ki. Kukoricát morzsolunk. Ugye ez most régen munka volt, de mi már szórakozásnak fogjuk fel, mert manapság már nem nagyon lehet ilyet csinálni, és végül is nem nehéz. A fesztiválon évről évre több tucat hazai és külhoni hagyományőrző csoport lép fel, akik hónapokig készülnek a bonyhádi bemutatkozásra. Filóné Ferenc Ibolya, a Völcsék fővárosának polgármestere ünnepi beszédében nekik mondott köszönetet, és mindenkinek azt kívánta, érezze magát jól a háromnapos rendezvénysorozaton. Ezen a hétvégén a szívünk érjen össze, s örüljünk annak, ami van. Lengyel, romániai és magyar hagyományőrzők vonultak fel az esős idő ellenére is szombaton délután Bonyhádon. A hagyományos menettáncon idén is több százan vettek részt. 28 csoport vonul föl most, körülbelül bízom benne, hogy mindenki itt lesz. És hát végül is ez minden évben megismétlődik, ugye ez a szép szokás, úgymond. Tehát felvonulás tulajdonképpen a város lakosságának szól, a környező településeknek, azok, akik ugye eljönnek és itt is megnézik a csoportokat. Tehát ez egy ilyen szép kavalkád, ami végül is úgy gondolom, hogy nem csak nálunk honos, hanem ahova szoktunk menni, ott is hasonló módon volt, amikor kilométereket mentünk. A menettáncot követően szombaton is egymást váltották a fellépők a színpadon. A szervezők sorához idén a Bonyhádi Önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett a Magyarság Háza is csatlakozott. De én azt látom, hogy a hagyományos programok, az utcai felvonulás, a péntek esti találkozások, a szombati, szabadtéri színpadi előadás a legnépszerűbb ma is. Köszöntő beszédében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád és térségének országgyűlési képviselője arról beszélt, a székely kultúra ma is él azoknak a fiataloknak köszönhetően, akik évről évre fellépnek a fesztiválon. 97-ben döntöttünk először úgy, hogy csatlakozunk ehhez a nagy fesztivál folyamhoz, majd utána 99-ben és 2000-től pedig gyakorlatilag minden nyáron, a Covid alatt nem, de azon kívül minden nyáron itt voltunk augusztus elején, együtt ünnepeltük a valaha Bukovinában élt és most is ott élő népeknek a kultúráját, seregszemléjét, hiszen ez nem csak a bukovinai székelyeknek az ünnepe, elsősorban ezen a tájon a mi ünnepünk természetesen, hanem a bukovinai népeknek az ünnepe. A fesztivál Bonyhádon szombat éjszakáig tartott. Nem csak Bonyhádon, a Völcsék több településén is a székely kultúrát ünnepelték hétvégén. A bukovinai találkozások állandó programeleme ugyanis, hogy Tolna és Baranya vármegye több kis településén is rendezvényeket tartanak ilyenkor. Kétyen sem volt ez másként.
Hagyományos viseletbe öltözve mutatták be előadásukat a Hőgyészi Székelykör néptánc csoportjának tagjai Kétján. A fiatalok egy mezőségi és egy bukovinai koreográfiával készültek a fesztivál záró napjára. Nagyon jó a fesztivál, nagyon jó a szervezés. Szeretném megköszönni ezt a Magyarság házának, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalon valósulhasson meg. Nagyon sok néző van, hát egy kicsit beárnyékolta tegnap délután a menet táncunkat, a felvonulást, az időjárás, és kicsit sietni kellett a végén. Ez a nem megszokott egyébként Bonyhádon. Az erdélyi Déva városából is érkeztek vendégek Kékre. A bukovinai találkozások idején ugyanis régóta hagyomány, hogy az események főhelyszínéül szolgáló Bonyhád mellett a környező székelyek lakta falvak is megvendégelik a fellépő hagyományőrzőket. Déván a bukovinaiak az öt falu leszármazottjaiból majd mindegyikből van lakos. Azok 1910-ben telepedtek le Déván. És amit még megjegyezni szeretnék, azt, hogy már én se mai gyerek vagyok, a szüleim és a nagyszüleink alakították ezt a közösséget, templomot építettek, és mondom, 1910 óta ott vagyunk. Kék minden alkalommal csatlakozik a bukovinai találkozásokhoz. A hőgyészi csoport évekkel ezelőtt már járt náluk, az Erdélyből érkezőket viszont most először látták vendégül. Mi is bukovinai székelyek vagyunk, a településünk zöme az Hadikfalváról került Bácskába, és onnan ide Kétre. Egy összetartó közösség, habár most már a lakosságcsere nálunk is megindult, mint minden más településen, de ezeket a hagyományokat, ezeket mi még azért őrizzük. A kéti vendéglátás a kulturális produkciókat követően közös vacsorával ért véget. Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben pénteken délután Dunaföldvár térségében. Egy földszállító teherautót között össze egy kocsival, majd maga alá is gyűrte a kisebbik járművet. Hogy pontosan mi miatt tért le előbb jobbra egy patkára, majd a szemben levő sávot is elhagyva a nagyobbik autó sofőrje egyelőre nem lehet tudni. A balesetben mindkét érintett vezető a helyszínen életét vesztette. Felértékelődött a pénzügyi tervezés szerepe. A magyarok több mint fele rendszeresen vezeti a háztartás bevételeit és kiadásait, derült ki egy májusi reprezentatív kutatásból. A lakosság szubjektív pénzügyi helyzetét mérték fel. A válaszok alapján minden negyedik magyar lenullázza a bankszámláját hónap végére. A megkérdezettek 23,6%-a minden egyes kiadását megtervezi. A magyarok 28,9%-a csak néhány kiadást tervez meg előre, míg csak 8,7% válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem tesz így a költségek kapcsán. A kutatás eredménye szerint csak 0,5%-kal, de a nők hajlanak jobban a pénzügyi tervezés irányába, míg a férfiak jobban nyomon követik a napi kiadásokat. Főző, sport és horgász versennyel, illetve szórakoztató programokkal készültek a szervezők hétvégén Faddon. A településen ugyanis falunapot tartottak, ahol a legkisebbektől a nyugdíjasokig szinte bárki talált magának elfoglaltságot. Nyugdíjas Egyesület! Gratulálunk! Nagy tapsot kérnék a nyugdíjasoknak! Így örültek a bronzérmes harmadik helyezésnek a faddi nyugdíjasok a hétvégén. A közösség a falunapon szervezett főzőversenyen ért el kiemelkedő eredményt. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára végül a polgárőrök csapata állhatott. Az egyesület vezetője azt mondja, először még indulni sem akartak a megmérettetésen. Az előző évekhez hasonlóan végül mégis beneveztek, és csülök körömpörköltet készítettek. Hagyományos módon mi ragaszkodunk az itteni hagyományhoz igazából. Semmi extra. Mindent, amit igazából a nagyszülők, szülők csinálnak, a konyhában úgy csinálunk mi is mindent. Az egész napos rendezvényen egyébként nem csak a főzésben mérhették össze tudásukat a látogatók, hiszen focitornát és horgászversenyt is rendeztek a szervezők, ezeket szintén oklevéllel és kupával díjazták. Volt horgászversenyünk a Holták partján, aztán focikupánk volt a sportpályán, és volt már a gyermekeknek egy szép koncert. Most a gyermekeknek lesz egy színházi előadás a műfázban, itt pedig a Paksi Atomerőmű segítségének köszönhetően megkaptuk az erőműnek az egyik nagy sátrát, és a délutáni koncertek pedig a sátorban lesznek,
sátorban felállt a színpadon. A polgármester hozzátette, hogy igyekeztek olyan programokat szervezni, amelyek közül a legkisebbektől a nyugdíjasokig szinte bárki talál magának való elfoglaltságot. A falunapok mindig közösségépítő napok, mindenféle korosztály kint van, a civil szervezeteink itt vannak, nyilván az önkormányzat, itt vannak a testvérvárosi delegációink Gyergyóal faluból és Grószartauból, Németországból, ők is velünk mulatnak, jól érzik magukat, és néhány környékbeli polgármester is megtisztelte jelenlétével bennünket, itt van velünk Rományi Károly, Gerjen polgármester, és itt van Tóth István, Bogyiszló polgármester is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap tényleg a jó hangulatú beszélgetésekről és a kikapcsolódásról szól. A Faddi falunap koncertekkel és utcabállal zárult. A héten hét köztük Tolna vármegyében is mintegy 120 településen lesz szúnyoggyérítés, összesen 35.800 hektáron. Közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn. Amennyiben az írtás tervezett napján szeles, esős az időjárás, a meghirdetett időpontot követő két nap valamelyikén dolgoznak majd a szakemberek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a hétvégi felhőszakadás miatt a házak előtti árkok, különböző kerti tárgyak, vödrök, hordók megteltek vízzel. Célszerű ezeket kiüríteni, a locsoláshoz használt esővízgyűjtöket pedig lefedni, megelőzve ezzel, hogy a következő hetekben szúnyoginvázió alakuljon ki. A rendőrök 1008 határsértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig, tájékoztatotta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A statisztika szerint pénteken 346, szombaton 324, vasárnap 329 jogellenesen itt levő külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Az ország belsejében 9 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 2589 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Idén is megtartották Kisvekén a sokak által jól ismert, már hagyománynak számító Kajszis Fesztivált. A délelőtt során a látogatók lekvár pálinka és bográcsfőző versenyre is benevezhettek. Emellett különleges piskóta-tekercsvonat is készült. Délután pedig kulturális programok és koncert szórakoztatta a résztvevőket. A hétvégén a rossz idő sem szegte senki kedvét Kisvejkén. A településen ugyanis ismét megrendezték a Kajszis Fesztivált. Ha pedig barack, akkor pálinka biztosan készült. Egy jó kajszi pálinkának egyrészt az alapja jó gyümölcsből készüljön, finoman legyen, vagy finom gyümölcs legyen összeválogatva, legyen rendben az erjesztés, legyen jól lefőzve, és ennél az kívül jó legyen az érlelés, megfelelő idő után egy tökéletes pálinkát kapunk. A településen éveken keresztül a falunapi rendezvény volt a legnagyobb, amely a helyi közösség apraját nagyját megmozgatta. 2007-ben a község vezetése úgy gondolta, hogy mivel Kisvejke kajszi termelő vidék, a falunapot átkeresztelték Kajszi Fesztiválra, mondja a polgármester. Imáron a 17. alkalommal került megrendezésre. Kicsit változtattunk a programokon. Annak idején a fesztiválnak a fő momentuma a lekvárfőző verseny volt, viszont az időjárás ugye megváltozott, nagyon csalóka lett, nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a szervezőknek az, hogy vajon lesz-e termés, elég lesz-e a barack, tudunk-e az embereknek barackot nyújtani a lekvárfőzéshez, és egy kicsit változtattunk rajta, így főzőverseny lett a fő témája. Ennek ellenére természetesen otthon készített lekvárokat is zsűriztek a szervezők, továbbá a helyi asszonyok idén egy különleges piskóta-tekercs vonatot is sütöttek. Aminek nagy részét a nyugdíjas klubunk sütötte meg, több mint 10 tekercsel neveztek ők. Egy kis vonat, egy mozdony áll a tekercsek elején, ezt köszönjük szépen az aktív nyugdíjasainknak, akik most már egy éve segítik a települést minden rendezvény lebonyolításában. Ezen a napon még a gyerekeket vártuk ugrálóvárral, körhintával, jumpinggal, csillámtetoválással, arcfestéssel, hiszen a felnőtteknek dolguk volt a délelőtt folyamán. Az értékeléseket követően pedig a sportpályán felállított színpadon helyi és környékbeli közösségek, civil szervezetek adtak műsort, a programot pedig koncert zárta. Regionális híreink következnek.
A magyar állam magas szinten támogatja a kultúrát, az Unióban elsők vagyunk e téren. Megemlékezés Pécsen a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelegtek. Erdélyi muzsikusok Baranyában koncertet és táncházat tartottak a magyar palackai zenészek. Az Európai Unió 27 tagállama közül 2015 óta a magyar állam támogatja a legmagasabb mértékben a kultúrát. A finanszírozás az első helyen áll e tekintetben nemzetközi szinten. Hoppál Pétert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosát kérdeztük a támogatásokról. A kulturális életet állami forrásokból a legmagasabb szinten a magyar állam támogatja az Európai Unióban, mondta Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 2010 előtti 0,7%-os GDP arányos magyar kulturális állami költés, az megkétszereződött az Orbán kormányok időszakában, 1,4%-os éves GDP arányos kulturális támogatása emelkedett fel, ez a 2020-as utolsó adat mutatta ezt a nagyon jelentős számot. Európában első helyen vagyunk, tehát a kulturális támogatások kultúrafinanszírozásban. Ebbe beletartoznak a kulturális infrastruktúra fejlesztések is, így a vidéki kis- és nagyvárosokban a kultúrház, színház felújítások és építések, illetve a főváros nagy beruházásai. Ilyen a Magyar Zeneháza vagy az Új Néprajzi Múzeum városligetbeli épülete is, amelyek ebbe a körbe tartoznak, tette hozzá a miniszteri biztos. Áll egyfelől a kultúrafinanszírozás a normatív működési támogatásból, ami az önkormányzatokon keresztül érkezik. Ezt az elmúlt 6-8 évben nagyon nagy mértékben megemeltük, elsősorban a kis települések szintjén. Van olyan falu, akinek 10-szer annyi kulturális finanszírozása van, mint amennyi volt 6 évvel ezelőtt mondjuk, mert törvényt módosított 2017-ben, 18-ban, és több lépcsőben a normatív finanszírozást jelentősen megemeltük azért, hogy egy hagyományos értelemben vett közművelődési, közösségszervezési feladattal lássuk el az önkormányzatokat. Nem elég az, hogy falunapok vannak, városi rendezvények vannak, ahol egy-egy fellépő érkezik, hanem egész évben kell, hogy a közösségeket kulturális alapon szervezzük meg. Ehhez hozzájárul a könyvtári ellátás, a közművelődés tevékenysége és az a helyi amatőr művészeti tevékenységet felkaroló munka, amelyet láthatunk itt Baranyában is, mely az utóbbi években megerősödött, fogalmazott Hoppál Péter. Vannak persze pályázati keretek, amelyek részben a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül érkeznek 10 milliárdos nagyságrendben, vannak az előadó művészeti támogatások, amelyek változó mértékűek. Most a kulturális kormányzat döntése értelmében az idén 6 milliárd forintra lehetett pályázni előadó művészeti pályázaton keresztül. Ez korábban volt nulla is, meg volt 18 milliárd is, mindig változó, hogy ez milyen mértékű. Örülök annak, hogy a nagyon nagy nemzetközi gazdasági nehézségek ellenére is a magyar polgári kormányzás kitart amellett, hogy a kultúrából nem lehet kivonulni az államnak, benn kell maradni finanszírozással, finanszírozni kell a kultúrás tevékenységet, és amilyen mértékben lehet a művészeti tevékenységet is. A művészeti tevékenység nálunk túlburjánzott. Sokan mondják, máshol nincs ennyi színházi szervezet. Támogatást kapott a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Harmadik Színház és a Janus Egyetemi Színház is. Százszámra jöttek létre főleg a fővárosban a független színházi szervezetek, ezek viszont a bevételből kell, hogy eltartsák magukat, ugyanis nyugaton már ez a szokás, tette hozzá miniszteri biztos. A holokauszt roma áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést Pécsen. A rendezvény célja az volt, hogy emlékeztessen, soha ne forduljon elő olyan, mint a történelem egyik legsötétebb időszakában elkövetett népirtás. A Roma Holokauszt emléknapján megyei roma platformot tartottak a Gandhi gimnáziumban. Baranya vármegyében már ez volt a harmadik helyszín, mondta Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásáért felelős helyettes államtitkár. A Parajmosz alkalmából ünnepi beszédet mondott a politikus asszony. Nem véletlenül jöttünk ide Pécs városába, a Gandhi gimnáziumba, hiszen a Gandhi gimnáziumba nemzetiségi iskola, ahol a fiatalokat oktatják és képezik,
amik az identitásokra figyelnek, azt erősítik, és egy remek iskola. Örömömre szolgált, hogy a megyei közgyűlés elnöke megtisztelt minket, és az úgy szintén nagy öröm számomra, hogy igaz egy fájdalmas, de emlékezni ma itt tudok a város polgármesterével, országgyűlési képviselőúrral és a pécsiekkel. Varga István, a pécsi roma önkormányzat elnöke hangsúlyozta, mi az egyik legnagyobb feladata ma a cigányságnak. A mi feladatunk és a mi üzenetünk az, hogy soha többé ilyen ne fordulhasson elő a világba. 2004-ben a Kosztics Istvánék azért is állították ide föl a térre ezt a Parajmos emlékszobrot, hogy minden évben tudjunk emlékeztetni. És ez a mi feladatunk. Idén is a megyeszéken emlékezzünk meg a 79 évvel ezelőtt megtörtént tragikus eseményekről, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke a megemlékezés során. A mi feladatunk az, itt Baranyában együtt élő közösség tagjainak, magyaroknak és romáknak is, hogy emlékezzünk erre a tragikus évfordulóra, és segítsük abban a roma közösséget, hogy a mai körülmények között boldoguljanak, hogy segély helyett nekik és másoknak, a magyarokkal együtt is meg legyen a lehetősége arra, hogy munkából tartsák el a családjukat, és a kulturális identitásukat azt meg tudják élni és ápolni tudják. Így tud a közösség erős maradni, és én azt gondolom, hogy egy erős Baranyához erős közösségek kellenek, és ebben szükség van velünk együtt élő roma közösségre is. A zenés történelmi filmvetítéssel egybekötött visszaemlékezés és a beszédek után a kegyelet koszorúit is elhelyezték a különböző szervezetek, önkormányzatok a Parajmos emlékműnél Pécsen. A Pirogránit esték keretében a Magyar Palackai Banda adott koncertet és táncházat Pécsen a Zsolnai negyedben. A banda a táncházmozgalom egyik legismertebb és legkedveltebb adatközlő vonószenekara. A világon, ahol magyarok vannak, szinte mindenhol megfordultak már. Zenéjükkel, habitusukkal vonzák a közönséget. Az erdélyi mezőségen található Magyar Palackai régóta a környék egyik legjelentősebb zenészközpontja. Az itt élő cigányzenész dinasztiák nem csak saját falujuk, hanem sok környező település zenei igényeit is kielégítették. A zenekar egyaránt játszik magyar, román és cigány népzenét. A magyar, még a román vannak olyan, hogy úgy nevező akasztós, amit a magyarok táncolnak, a táncmozgaló, úgy Kalos, Zoli bács, ő neveztek, hogy amikor jártak gyűjteni, az egy ilyen lassú, úgy az a neve, akasztós, még a románoknak úgy muzsikálnak, ugyanúgy a ritmus, ez ilyen, az úgy nevező, az a neve, de a lungu. Ez a különböző például. Még vannak ilyen dallam, csárdás, vagy amit ugyanúgy muzsikálnak a cigányoknak, vagy magyaroknak, vagy románoknak, de a dallam különbözik. Számos zenész muzsikált saját településükön, többen a biztosabb megélhetés érdekében más falvakba költöztek át. A zenészek szinte mindannyian rokonságban állnak egymással, tudásukat hagyományosan továbbadják a generáció között. Én Kozoba Florinon, unokatestvérek vagyok. Édesanyám az édesapjával testvérek voltak. És úgy álltuk be, most már az utolsó generáció vagyunk mi. Én Floris, a Remus. Aztán a két fiatal, azok még fognak maradni, és örvendünk, hogy akarnak tanulni tőlünk, amit tudunk, átadjuk, és ők remélem, hogy tovább viszik. A Pirográni testék keretében a Magyar Palackai Banda adott koncertet és táncházat csütörtökön este Pécsen a Zsolnai negyedben található Pirogránit udvarban. A világon, ahol magyarok vannak, szinte mindenhol megfordul a banda. Zenéjükkel, habitusokkal vonzák a közönséget. Az erdélyi muzsikusok ismét nagy sikert arattak Pécsen. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. 34. bukovinai találkozások, minden a kultúráról és a finom ételekről szólt Bonyhádon. Kéten is fesztiváloztak, a völcségi kistelepüléseken is a székely kultúrát ünnepelték.
Falunap Faddon főző és horgászversennyel, illetve szórakoztató programokkal készültek a szervezők. Kajszis Fesztivál kisvelkén finomabbnál finomabb ételek készültek. Kedden délelőtt helyenként még élénk lehet a szél, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Változóan napos, felhős, többségében napos idő várható, bár elvétve ekkor sem zárható ki gyenge eső előfordulása. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, de a maximum hőmérséklet még több fokkal elmarad az évszakos átlagtól. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!